Na, megvan kicsi. Tessék. Hatalmas forgalom alakult ki a városban múlt pénteken. A kisiskolásokat kísérték szüleik, nővéreik és nagymamáik az iskola első napjára, hiszen elkezdődött az új tanév. Nehezen lehetett közlekedni autóval is, de a zebrák és átjárók is telítettek voltak. A gyermekek viszont azok, akik a legvédtelenebb és a legveszélyeztetettebb szereplői a közúti közlekedésnek. Ezért a győri rendőrség különös gonddal oktatja őket minden évben a helyes és biztonságos közlekedésre. Az iskola rendőr program átfogó jellegű programot nyújt az iskolák részére. Szeptember hónapban az iskoláknál rendszerességgel, illetve azoknál az iskoláknál, amelyek frekventált útvonalak mellett vannak, megjelennek a rendőrség tagjai, és a gyermekeknek segítünk átkelni a forgalmas útszakaszokon. Makai Zsuzsanna azt is elmondta, már első osztályban megtanítják a gyerekeket az utcán rájuk leselkedő veszélyek elkerülésére, valamint a helyes közlekedésre. A biztonsági akció első állomása a Gárdonyi Géza általános iskola volt. Az intézmény előtt a kocsiból kibeszállás ugyan még a szülő kíséretében zajlott, de aztán a gyerekek nagyon élvezték az oktatást és a rendőri felügyeletet is. Meg kell szokni az új közeget, a barátokat elveszítették, illetve hát mégiscsak egy más, nagyobb intézménybe kerül be a kisgyerek. A másik probléma talán az, hogy a közlekedési szabályokat is meg kell velük ismertetni, most kell elkezdeni, hogy a későbbiek folyamán sokkal biztonságosabban tudjanak közlekedni, és nagyon fontos, és szerintem mindenféleképpen támogatandó az, amit én itt láttam a Gárdonyi iskola előtt, hogy rendőri irányítás van a zebránál. A közel 10 éve elindított program az elmúlt esztendőkben sikeresnek bizonyult. A gyermekek sokkal figyelmesebbek és adott helyzetben egymást is figyelmeztetik.